Klosterneuburgba érkezhetünk hajóval, jöhetünk vonattal, de mi a buszt választottuk. Nevezetessége a nevét is adó kloszter, kolostor, pontosabban az apátság, amelynek épületét már látjuk is. A hely az épületegyüttes fontosságát jelzi, hogy a kupolán a Szent Német Római Birodalom uralkodóinak, királyainak, császárainak koronája trónol. Dicsőségüket égi harsonás is hirdeti. Az apátság története jóval ennek a 18. században épült palotaszárny előtti időkre nyúlik vissza. Ez a karcsú, pestis oszlop vagy hadotti lámpás a 14. században adományként került ide az akkori temetőbe. A templom alapkövét 1114-ben rakták le. Az özvegy harmadik Brabenbergi Lipót, őrgróf, a környék birtokosa, apja elleni küzdelmében a későbbi 5. Henrik császár oldalára állt, elnyerte annak húga az éppen megözvegyült Agnes von Weiblinger kezé. Az esküvő során a szél elragadta a menyasszony fátylát. A gálás vőlegény keresésére indult, és megfogadta, ha és ahol megtalálja, templomot fog építetni. Itt találta meg, itt építette föl a templom. 1485-ben 8. Ince szentté avatta. Ágnes is meghálálta a visszakapott fájtlat, bár hozott néhány gyereket előző házasságából, 18-at még Leopoldnak is szült. Leopold Ágoston rendi szerzeteseket is hívott, kiknek kolostora néhány náci évet kivéve, bár kétszer elfoglalták a törökök és a franciák, azóta is folyamatosan működik. A templom mögötti kis téren találjuk harmadik Leopoldnak a kolostorhoz csatlakozó rezidenciáját. A Babenbergek címermadara a kút körüli kis ágyásban is jól szaporodik. A rezidencia az udvartartás mellett a kultúra, az állami kattatást és a diplomácia központja is volt, ezt tekintik Ausztria első közintézményének. A szűk térről többfelé is távozhatunk, a jelenlegi főbejárathoz értünk. Ha beléptünk, az óriások termében találjuk magunkat. 8 izmos atlasz tekint le ránk. Nem gondolnánk, hogy több mint 250 évig csak a csupasz téglákat nézegették, de csak a 2005-ös felújítás során került vakolat a falakra. Ma ez a fogadócsarnok. 6. Károly császár 1730-ban a Madrid melletti Escorialhoz hasonló királyi palota építésébe fogott. Ilyen lett volna, de halálával csak 1/8 része valósult meg. A maketten a világosabb rész. Egy udvar és két kupola. Az egyiken a német-római császár koronája, ezt már láttuk, a másikon a főhercegi sapka, az osztrák szent korona. 1616-ban harmadik Miksa főherceg rádöbbent, hogy a magyaroknak van szent koronája, Szent Istváné, a cseheknek is, Szent Rendszeré, a osztrákoknak meg nincs. Csináltatott egyet, amit Szent Leopoldhoz kapcsolt, és Klosterneuburgban őriznek. Nézzünk körül, mi készült el a palotából. Ezen a képen azt láthatjuk, hogy az esküvő után 9 évvel egy vadászat alkalmával egy bodzabokron Lipót megtalálja a sértetlen és nagyon értékes bizánci fájdalmat. Mária meg emlékezteti ígéretére. Leopoldunk nem volt mindig ilyen szerencsés vadász, hisz életének egy
vadász baleset vetett véget. Ami nem csoda, ha olyan ruhába jár vadászni, mint az iménti képen. Miközben ezen szomorkodunk, már a legnagyobb, a legszebb, a márványteremben járunk. Az eredeti tervek szerint a barokk épületegyüttes központja lett volna, ma a déli oldal lezárása. A hatalmas kupola freskója az 1740-es években készült. Az építkezések megszakadása miatt a termet magát csak 120 év múlva fejezték be. A kompozíciónak a művész által adott címe, témája egy kicsit bonyolultan hangzik, valahogy így. Tisztelet, dicsőség és fényesség az osztrák háznak, ami a Babenberg törzsekkel kezdődött, a Habsburg ház emelt magasba, és a Lotaringiaiak szilárdítottak meg. Most éppen a mezőgazdaság és a vadászat allegóriáját láthatjuk. A 21. századi látogató kényelmét szolgálja az a tükör, melyben a mennyezeti freskót tanulmányozhatjuk, anélkül, hogy kitörnénk a nyakuk. A császári lakosztály, ahogy ma látjuk. Az ötletgazda, VI. Károly csak egy alkalommal tartózkodott a félig kész épületben, leányát, Mária Teréziát nem érdekelte Klosterneuburg. De később Napóleon is lakott itt. A barokk épület tágas folyosóit elhagyva ereszkedjünk le a még távolabbi múltba, a gótikus évek, a színes üvegablakok világába, az évszázadokkal korábban épült kolostor kerengőjéhez. Hamarosan eljutunk a Leopold kápolnához. Itt láthatjuk a kolostor, az apátság felbecsülhetetlen értékű műkincsét, a 12. században készült, úgynevezett verdüni oltárt. A 45 aranyozott tűzzobász táblát Nikolaus von Verdun valószínűleg a szószék burkolatához készítette. Tűzvész után a 14. században 51-re kiegészítve szárnyas oltárrá állították össze. A hátoldal táblaképeinek 14. századi ismeretlen alkotóját a művészettörténet a verdüni oltár hátoldalának mesterének nevezik. Művét az Alpoktól északra fennmaradt legrégebbi gótikus táblaképnek tartják. Jézus és majdnem 12 gótikus apostol. A veronai hétkarú bronz gyertyatartót Ágnes őrgrófné még 1136-ban ajándékozta a kolostornak. Nem gondolnánk, hogy ez a szép kis fülke egykor a kolostor kútháza volt. Ezek szerint szerették a szépet. Az 1136-ban felszentelt háromhajós kereszthajós templom belső képe a 17.-18. századi barokkosítás során alaposan megváltozott. Háromhajós csarnok templom lett oltárkápolnákkal. A szentélyszék 18. századi mesterek munkája. A barokk orgona 1642-ben készült. Orgona koncerten élvezzük restaurált hangját.
Közben, gondolatban, kalandozzunk el egy kicsit az apátság gazdag könyvtárába. Magyaroknak érdekes lehet, hogy itt találjuk Ében Bekborbála végrendeletét. Ágyás király ágyasa volt, harmadik Frigyes Bárpörtkágán ismerkedett vele meg. Gyermekük is született Budán, akit később a király Korvin Jánosként törvényes fiának ismert el. A kiebrudált Borbála asszony 1495-ben Klosterneuburgba hunyt el. Ideje visszatérnünk a templomba és az orgona koncertre. És ha az is véget ért, menjünk el a konvent kertjébe. Már alkonyodik, de pont erre vártunk. Advent második vasárnapja lévén megnézzük, milyen itt a karácsonyi vásár hangulata. Nem egészen olyan, mint máshol, adventi fénykertnek hívják. Inni itt is lehet, a kóstoló ingyen van. Megdobogtatja a magyar szívet a biolágos. Ha már ennyire elandalottunk, és a nyakunkat se törtük ki a sötétben, ideje elbúcsúzni.